Szeretettel köszöntöm a Lélek Akadémia hallgatóit. A mai adásban a bőségről fogunk beszélni, a bőség megteremtéséről, hiszen mindenkinek nagyon fontos az életében az, hogy bőségben és jólétben éljen, de ezt legtöbbször nem hisztük el, hogy ez lehetséges. Hoztam egy Albert Einstein idézetet. Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat, vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat. De kinek mit jelent a bőség, kinek mit jelent a gazdagság, kinek mit jelent a pénz az életébe, ez meghatározza azt, hogy milyen anyagi helyzetet tud teremteni magának, és hogy tudja megteremteni azt a minőségű életet, amit élni szeretne. Nekem az a tapasztalatom, hogy azok az emberek, akik az ezotéria útvesztőiben, labirintusaiban járnak, vagy akár spirituálisan gondolkodnak, ők egy kicsit mindig elutasítják a bőséget, azt mondják, hogy a pénz nem fontos, mert a pénzhez nagyon sok negatív érzés és negatív gondolat kapcsolódik, de ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, ez mindenképpen azt kell megvizsgálnunk, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a pénzzel. Ami szintén a saját megfigyelésem, hogy az anyagi jólétért és bőségért, ugyanúgy, mint az életünk többi területén, ahhoz, hogy ez működni tudjon, tenni kell. Kell a földelés. Tehát én is szeretek nagyon kreatív lenni, szeretek alkotni, de meg kell találni, mint mindenbe, az életünk minden területén meg kell találnunk az egyensúlyt. Tehát, hogyha valaki kreatív alkotó munkát végez, hogyha szeret létrehozni dolgokat, hogyha szeret meditálni, szeret ilyen dolgokkal foglalkozni, szeret segíteni másoknak, mindig mindennek kell, hogy legyen egy ellenértéke, és el kell fogadnunk azt, hogy a pénz az egy eszköz ahhoz, hogy az ember a saját vágyait és a saját jólétét meg tudja teremteni. A mai előadásnak a címe Cseréld a válságot bőségre. Hiszen a válság általában nem a világban van, hanem mindig az emberek fejében van a válság. És a mai előadásom arról szól, hogy hogyan tudjuk ezt megváltoztatni. Javaslom mindenkinek, hogy akinek ezen a területen problémái vannak, az fogjon egy papírt és egy tollat, és jegyzeteljetek, írjátok le azokat a pozitív megerősítéseket. A végén majd meg fogok osztani mindenkivel egy bőségmantrát, ami kicsit segít abban, hogy átprogramozzuk magunkat, de bármilyen új szokást szeretnénk bevezetni az életünkben, mindig legalább 21 napra van szükségünk, hogy ezt meg be tudjuk vezetni. Ennyi idő alatt át lehet programozni az agyat. És az egyik adásban beszéltem már arról, hogy ahogy benn, úgy kint, tehát nézzük meg azt, hogy a lakásunkban, a gazdagság üzleti kapcsolat területén, feng shui szerint, mik vannak? Milyen rend uralkodik azon a területen? Hiszen ez egyik szimbólumrendszer, hogy ott megnézzük, hogy mi a helyzet, hogy esetleg lehet, hogy ott is elindíthatunk változásokat azáltal, hogy egy kicsit ott átszervezzük a dolgokat. Nekem van egy fantasztikus pénzes békám, amit szintén mindenkinek jó szívvel, szeretettel tudok ajánlani. Ez a pénzes béka benne van a gazdagság üzleti területen, a sarokba. A szája a sarokba befelé van állítva. Két dolog miatt. Egyrészt, hogy ne vigyél a pénzt, tehát azért nem kifelé, az ajtó felé fordítjuk a békát. Az én békám szájában egy eurós van. Hát, ha már teremtünk, akkor teremtsünk jól. És ami még
fontos, hogy le van téve a földre, mert egyszer valaki azt mondta nekem, hogy azért kell ezt a pénzes békát a földre tenni, hogy soha ne kerüljünk anyagilag a béka segge alá. Én ezt megfogadtam ezt a tanácsot, és azóta ez a békot jó helyen van. Nagyon szeretem, néha leszoktam porolgatni, úgyhogy mindenkinek javaslok, egy pénzes békát szerezzen be. Most kérdéseket fogok feltenni. Szeretnél-e gazdag lenni? Szeretnéd-e megteremteni, hogy bőségben élj? Van egy jó hírem. Nem az számít, honnan indulsz, nem az számít, milyen háttérrel rendelkezel, mindenképpen gazdaggá válhatsz. Általában az általános megítélése a gazdag embereknek, hogy ők nem jó emberek, hogy nem tisztességes úton szerezték a pénzüket, és jó múltkorában beszélgetett a testvérem valakivel, akinek volt több autója, hatalmas háza, és a környezetében élő emberek mind irigyelték őt. És a testvéremnek ez a gazdag ember elmesélte, hogy de reggel 4 órakor, amikor megy megetetni a disznókat, akkor senki nem áll ott a kapujába, hogy segítsen neki, hogy megy vele disznót etetni. Tehát azt tanultam, hogy ha valakinek irigyei vannak, az csak abban mutat nekünk irányt, mert nyilván mindenkinek vannak irigyei, vagy legtöbb embernek vannak irigyei, hogy valamit jól csinálok. Én azt kívánom mindenkinek, hogy sok irigyei legyenek, hogy tudja azt, hogy biztos jó irányba halad, és jó úton jár. De akkor beszéljünk arról, hogy hogyan lehetünk gazdagok. Az igazi gazdagság az, ha elégedett vagy azzal, amit a lehetőségeid szerint elérhetsz. És az, hogy milyen lehetőségeink vannak, és hogy milyen lehetőségeket veszünk észre az életünkbe, és ezekkel a lehetőségekkel élünk-e, vagy akár akarunk-e élni, ez megint belőlünk indul ki, ez a mi döntésünk lesz. Gyakran esünk abba a hibába, hogy olyat szeretnénk, ami a hitrendszerünkben már nem fér bele, főleg az anyagiakkal kapcsolatban. Megtanultam azt, hogy a pénzzel kapcsolatban ez a legerősebb korlátozó dolog, hogyha az ember itt fejben tudja, hogy mennyi pénzt szeretne elérni, de a lelkében nem hiszi el azt, hogy ő ezt elérheti, ezt az összeget. Tehát anyagiakkal kapcsolatban csak lépésről lépésre tudunk előre haladni, méghozzá abban az ütemben, ahogy a hitrendszerünkön tudunk változtatni. Ha első hónapban mondjuk csak azt tudjuk elképzelni, hogy a bankszámlánkon megjelenik 100 000 forint plusz, akkor azt képzeljük el. És hogyha már havi szinten megteremtettük ezt a plusz 100 000 forintot, akkor mindig egy picivel tudjuk emelni ezt az összeget, és a legvégén el fogunk tudni jutni abba az állapotba, amit el szeretnénk érni. Mert lehet, hogy most első körben, ha odaírnánk 3 millió forintot, mert mi erre vágyunk, ezt szeretnénk, de ha nem tudjuk ezt elhinni, akkor ez biztos vagyok benne, hogy mindig meg fog hiúsulni, és mindig csalódottak leszünk. És ha a csalódottság érzése, az elkeseredettség érzése és a szomorúság érzése, az nem fog nekünk újabb pénzt generálni, és nem fogjuk tudni megteremteni azt, amit szeretnénk. Rengeteg korlátozó hiedelem él bennünk a pénzzel kapcsolatban, nagyon sok negatív energia társul mellé, és őt gyakran még nem is szeretjük a pénzt, sajnos kicsit sem. Így hát hogy várhatnánk, hogy áramoljon hozzánk? Tehát minden vendég oda megy szívesen, ahol szeretettel várják. És a pénzhez, hogyha valakit, vagy sok embert megkérdezünk, a pénzhez általában milyen mocskos, ugye azt tanultuk, meg azt hallottuk minden, hogyha pénzt fogtál a kezedbe, akkor most kezed, mert a pénz az koszos, a gazdag emberek rosszak, tehát ha azt szeretnéd, hogy sok pénzed legyen, akkor nagyon sokat kell dolgoznod, kevés pénzzel nem lehet, vagy kevés munkával nem lehet sok pénzt keresni, mert az akkor biztos, hogy nem tisztességes dolog. Tehát ezekkel a korlátozó hiedelmekkel növünk föl, ezeket a korlátozó hiedelmeket halljuk világéletünkben, ezért csak akkor fogunk tudni ezen változtatni, hogyha tudatosan kezdjük el a pénzt kezelni. A pénzzel kapcsolatban soha nem tanítanak sehol semmit nekünk, tehát mindenkinek általában a saját hibáján keresztül kell eljutni odáig, hogy változtasson ezen.
A gazdag emberek mindig pontosan tudják azt, hogy mennyi bevételük van, mennyi kiadásaik vannak, ezért fontos a mi életünkben is, hogy ezt pontosan nyomon tudjuk követni. Nagyon sok feladat vár ránk, hogyha meg szeretnénk teremteni életünkben a gazdagságot és a bőséget. És az első lépés az, hogy a pénzre tekintsünk úgy, mint egy eszköz ahhoz, hogy megteremtsük életünkben az anyagi biztonságot, és a bőséget és a jólétet. Nekem van egy fantasztikus mondatom, vagy szerintem fantasztikus, egyszer jött hozzám valaki tanácsot kérni, és ő neki elmeséltem azt, hogy mondj el azt a mondatot, és ezt most érdemes le is írni, hogy mindig rendelkezésemre áll az az összeg, amitől biztonságban érzem magam. Ebben a mondatban az a nagyszerű, hogy nincs bekorlátozva az, hogy kinek mi a biztonság. Van olyan embernek, aki már 20 ezer forint biztonságot jelent, van olyan ember, akinek 500 000 forint, de volt olyan, akivel beszéltem, és azt mondta, hogy ő akkor érzi biztonságban magát, hogyha legalább 10 millió forint van a széfjébe. Tehát mindig minden relatív, ahogy Albert Einstein is mondta. Tehát fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nekünk anyagilag mi jelenti a biztonságot. Mitől gazdag egy gazdag ember, és mitől szegény egy szegény ember? Robert Kiyosaki fantasztikus könyvet írt erről, a Gazdag Papa, Szegény Papa című könyv szól erről, és ő abban azt írja le, hogy tulajdonképpen a gazdag ember és a szegény embernek a gondolkodás módja tér elmerőben, hiszen a szegény ember mindig dolgozik a pénzért, a gazdag ember pedig a pénzét dolgoztatja. Azok az emberek, akik fix munkahelyen dolgoznak, reggel bemennek 8-ra, délután 4-ig ott vannak, és úgy gondolják, hogy ez az életükben a biztonság, ez az, amitől ők anyagilag biztonságban vannak, amivel meg tudják teremteni az életükbe azt, amire vágynak. Ez valahol egy kicsit téves elképzelés, hiszen ez a biztonság csak addig tart, még egy reggel bemegy a főnök, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, rád már tovább nincs szükség. És ilyenkor jön a pánik. Ezért ugye azzal kezdtük az akadémiába az első órát, hogy az önbizalomépítésről beszéltünk, hiszen hogyha valaki tisztában van a saját értékeivel, akkor bármikor újra tudja kezdeni. És mindenkinek érdemes végig gondolni azt, hogyha a mai napon mindent elvennének tőlem, a pénzemet, a lakásomat, az autómat, a családomat, tehát minden megszűnne körülöttem, még a mobiltelefon sem lenne, akkor mit tennék ebben a helyzetben? Ha valaki stabil és magabiztos önmagában, biztos nehezen élné meg ezt a helyzetet, de tudja azt, hogyha ő ezeket meg tudta egyszer teremteni, akkor következő alkalommal is meg fogja tudni teremteni. Újra visszakanyarodok egy pillanatra Brandon Bass-hez, ő nekem nagy példaképem, ő írta a Belső Utazás című könyvet, és ő volt az, aki 6 hét alatt meggyógyított magának egy daganatos sebészeti beavatkozások és gyógyszerek nélkül, és ő volt az, aki miután leégett a tengerparti háza, és befagyasztotta az apek a bankszámlájukat, és nem maradt semmiük. A férje meg közölte vele, hogy szerelmes egy másik nőbe, és ő is elhagyta. A gyermeke pedig úgy döntött, hogy megszakít vele minden kapcsolatot, hogy ő nem függhet sem a pénzétől, sem a férjétől, sem a gyerekétől, hanem ő egymaga valaki, és neki mindig minden helyzetben van lehetősége újra kezdeni. És amikor meginterjú volt egy helyi tévének a riportere, és megkérdezte tőle, hogy miután leégett a tengerparti háza, hogy mit mondanál a nézőknek, mint a katasztrófa egyik áldozata, akkor ránézett a riportere, és azt mondta, nézze, ha én most nem 40 éves lennék, hanem 20 éves lennék, akkor sem lenne semmi. És ahogy akkor meg tudtam teremteni mindent az életembe, most is bármikor újra teremthetem az életemet. Szerintem ez egy nagyon tanulságos gondolat. Nem is tették be ebbe a híradásba ezt a riportot, hanem sokkal később, egy pár hónappal később levetítették, mint a katasztrófa pozitív túlélői, és így ment adásba ez a riport.
Tehát, hogyha az embernek nehézségei is vannak, meg problémái, mindig lehetősége van arra, hogy újra teremtse az életét. Robert Kiyosaki pedig a könyvébe a gyerekét megtanítja arra, hogy hogy gondolkozik egy szegény apa a pénzzel kapcsolatban. Ő azt tanítja a fiának, és azt mondja nekik, hogy mindig tanulj, fiam, mert a pénzért mindig dolgozni kell, sokat kell dolgozni. A gazdag apja meg azt tanítja a gyereknek, hogy hogy kell dolgoztatni a pénzt, és hogy a pénz egy olyan rabszolgává teszi az embert, hogyha a munkából, csak a munkából szerezzük a pénzünket, ami állandóan félelmet generál bennünk, mert mi történik akkor, hogyha valami miatt elveszítjük a munkánkat. Ezért nagyon fontos az, hogyha valaki elkezd dolgozni, akkor mindig havi szinten legyenek befektetései, megfelelő helyen, megfelelő biztonságos helyen legyenek ezek a befektetései, de a pénzügyi helyzetünkön akkor tudunk változtatni, és akkor tudjuk jól kezelni, hogyha tanuljuk ezt. Hiszen általános iskolába, középiskolába, egyetemeken a pénzzel való bánásmódot nem tanítják. Fantasztikusan jó játék, és ezt mindenkinek javaslom, hogy legalább egyszer-kétszer próbálja ki a cashflow játék, ami arra tanít meg játékszinten, hogy hogy érdemes a pénzzel kapcsolatban gondolkozni, és hogy miben gondolkoznak másképp a gazdag emberek, hogy kijussanak a mókuskerékből, és a mókuskerék után a gazdag emberek csoportjába hogy tudunk tartozni. Azt, hogy a pénzünket dolgoztatni kell, ezt megtanulhatja bárki, aki szeretné, és ami fontos még az egyensúly szempontjából, hogyha az embernek vannak befektetései, akkor legyen egy olyan része is az életének, ahol viszont ad. Olyan embereknek, akiknek kevesebb van. Én kipróbáltam ezt is, vagyis gyakorlom inkább azt mondom napi szinten ezt, hogy akiknek tudok, azoknak adok vagy segítek, és azt vettem észre, hogy mióta ezt a folyamatot elindítottam az életembe, valószínűleg nem azoktól az emberektől kapom vissza, akiknek adtam ezt, hanem másoktól, de fantasztikusan beindult az energiaáramlás, a pénzenergiaáramlása az életembe, hiszen itt is ez a fontos, hogy megteremtsük a folyamatos áramlást. Ugye amikor az ember bemegy kifizetni a csekkjeit, akkor nem azzal az érzéssel megyek be a postára vagy a bankba, hogy már megint fizetnem kell, hanem hálát adok az égieknek, az univerzumnak és saját magamnak, hogy lehetőségem van arra, hogy ezt ki tudom fizetni. Hálás vagyok azért, hogyha valakinek segíthetek, és hálával fogadom azokat a dolgokat, amik az én életembe érkeznek. Hiszen a bőség nem csak anyagiak formájában érkezhet meg az életünkben, hanem kapcsolatok formájában, lehetőségek formájában, de ezeket mindig észre kell vennünk, hiszen ha kérünk, hiszünk, akkor mindig megadatik, csak tudni kell észrevenni azt, hogy mikor és honnan érkeznek ezek a lehetőségek, kapcsolatok. Hogyha valakinek bármilyen korlátozó hiedelmei vannak a pénzzel kapcsolatban, akkor ahogy eddig tettük az érzelmekkel is, önbizalomépítésnél is, mindenképpen érdemes ezeket feldolgozni, megváltoztatni. Most arra kérek mindenkit, hogy ha vége lesz a mai adásnak, akkor üljön le, és írja le azt, hogy milyen korlátozó hiedelmeket hallgatott gyerekkorában a pénzzel kapcsolatban, milyen korlátozó hiedelmek vannak most felnőtt korában benne a pénzzel kapcsolatban, és milyen félelmei vannak a pénzzel kapcsolatban. Van-e olyan pénze, amit minden hónapban félre tud tenni? És mindenkinek más az az összeg, amire azt tudja mondani, hogy most erre nincs szükségem, és én ezt félreteszem. És kerítsünk ennek egy kis dobozt, vagy egy valami titkos helyet, és hogyha többet nem, csak havi szinten, ami a lehetőségünk megengedi, tegyünk félre pénzt, mert ez mindig egy biztonságot fog jelenteni számunkra, hogyha kevés is, vagy lehet, hogy csak az elején kevés pénz, az félre van téve, és tudjuk, hogy azt mindig ott megtaláljuk.
A pénzzel kapcsolatban ugye mindenki a biztonságra törekszik. Létezik-e biztonság? Ugye ezt megbeszéltük már, hogy egyetlen biztonság van, és ez mi magunk. Ezért, hogyha a pénzzel kapcsolatban pénzügyi intelligenciát tanulunk, hogyha elmegyünk cashflow játékot játszani, ha elolvassuk azokat a könyveket, amik ezzel foglalkoznak, akkor bármikor újra teremthetjük az életünket, és azok a gazdag emberek, akik már egyszer meggazdagodtak, ők azért nem félnek attól, hogyha elbukják a pénzüket, mert van egy olyan tudás emögött, hogy ők bármikor ezt újra tudják építeni. És a tudás, ami bennünk van, az csak akkor válik igazán tudássá, hogyha elkezdjük alkalmazni. A félelemről már beszéltünk, hogy mindig a jövőbe vetített negatív kép, és a félelem viszi rá az embereket arra, hogy rosszul fizető állásokat elfogadjanak, mert nem jó az önértékelésük, mert nem hisznek eléggé saját magukban, és azt gondolják, hogy mások előrébb juthatnak, és nekik el kell fogadni ezeket a kevésbé jó lehetőségeket is. Rettegnek majd attól, hogy elvesztítik egyszer, ami soha nem az övék, mindent birtokolni akarunk, és ha valamit sokáig birtokolni akarsz, akkor egy idő után ő fog fogva tartani téged, és ez mindenre igaz. Párkapcsolatra, tárgyakra, eszközökre, a pénzre is. Hiába van, hogy valakinek sok pénze, hogyha nem tudja azt a pénzt jól áramoltatni, nem tudja a pénzt eszközként kezelni, nem tud a pénzen élményeket venni magának, akkor egy idő után ez értéktelenné válik. És most nagyon fontos az, hogy mindenki, vagy nagyon sokan ismerik és hallottak már a vonzás törvényére, csak azt tudjuk magunkhoz vonzani, ami bennünk is bennünk van. Naponta hányszor jelenik meg benned, hogy nincs vagy nem lesz pénzed? És akárhányszor erre gondolsz, mindig hiányt teremtesz. Milyen helyzetben vagy most? Ha éppen a gödön alján ülsz, az egy jó állapot, mert onnan már nem lehet lejjebb esni. És hogyha meg oda kerültünk, akkor most keressük meg azokat a kapaszkodókat, ami által ki tudunk mászni a gödörből. Ez sokszor nem egyszerű, sokszor fájdalmakkal jár, de az a jó hír, hogy mindenki saját magának köszönheti azt, akár jó helyzetben van, akár kevésbé jó helyzetben van. Ezt a helyzetet mindenki saját magának teremtette, és ami a legfontosabb, hogy ezért a helyzetért most felelősséget kell vállalni. Talán ez a legnehezebb pillanat, amikor szembe kell nézni azzal, amilyen helyzetben vagyunk. De meg kell tenned, senki másért, csak saját magadért. Ha megtetted eddig, amit megtettél, megtetted, ahogy megtetted, és most itt tartasz, és hogyha másképp szeretnél tovább benni, másképp kell élned. Írd le az önkorlátozó hiedelmeket, és szállj erre időt. Legjobb lesz, ha kiteszel egy papírt, amire ráírod az összes negatív érzést, ami napi szinten eszedbe jut a pénzzel kapcsolatban. Pár napig tedd meg ezt, hogy leírod. És hogyha már nem tudsz leírni újakat, akkor minden negatív gondolat mellé írd le a pozitív ellentétét, és kezd el ezeket használni, és figyeld, ahogy változik az életed. Tehát leírjuk a negatív korlátozó hiedelmeinket, egy-két napig írogatjuk. És aztán ezeknek az ellentétét. És kezdjük el ezt használni. Kezdjük el azt használni, hogy bőségben élek. Ugye bármikor teremteni szeretnénk. Egyetlen egy fontos dolog van, mindig kijelentő módban beszélünk, pozitív gondolatokat használunk, és jelen időben. Hiszen jövő nincs, a múlttal meg már nincs dolgunk. A múltnak a tapasztalataiból okulnunk kell, a múltban elkövetett hibáinkat mindig a jelenben tapasztalhatjuk meg, és a múltban elkövetett hibák tapasztalatai, amik lehet, hogy éppen nem kellemesek a jelenben, azokat csak úgy tudjuk jól megélni, ha elfogadjuk ezt az állapotot, hogy ez most így itt van, és a továbbiakban pedig elkezdünk egy másfajta életet élni, másképp kezelni a dolgokat, és ezzel meg tudjuk teremteni majd a pozitív jó jövőnket.
Használjunk a pénzzel kapcsolatban pozitív gondolatokat és szavakat, a pénz nem érték, a pénz csupán eszköz, és áramoltassuk a pénzt. Engedjük meg azt, hogy jöjjön, és szeretettel adjuk ki a pénzt. Tiéd a döntés, és pár gondolatot szeretnék most elmondani, hogy hogy tudjuk megteremteni a pozitív anyagi helyzetet. Érdemes jegyzetelni, vagy visszanézni többször ezt a videót, hogy minden mondat meglegyen. Mit kell tenned ahhoz, hogy változzon az anyagi helyzeted? Pontosan fel kell mérned, hogy éppen most hol tartasz. Őszintén. Legalább önmagunkkal szemben legyünk őszinték, hogy helyre tegyük azt, hogy akkor most hol tartunk. Gondold végig, hogyan kerültél ebbe a helyzetbe. Erre azért van szükség, hogy felismerd, mikor hoztál rossz döntéseket, és el tud kerülni, hogy újra ilyen helyzetekbe juss. Nézd körbe, és kérd az univerzumtól, hogy küldjön neked lehetőségeket. Nézd körbe, és kérd az univerzumtól, hogy küldjön neked újabb lehetőségeket. Vedd észre ezeket a lehetőségeket, és élj velük. Írd le minden hónapban, mennyi pénzt szeretnél teremteni. Csak annyit ír le a papírra, amennyi a hitrendszeredbe belefér, mert mindig csak ennyit tudsz majd megteremteni, de lépésről lépésre emelheted az összeget. Igen, ami még nagyon fontos, hogy mindig, minden hónapban írjuk le, mennyi pénzt szeretnénk, és hogyha jönnek a lehetőségek az életünkbe, akkor mindig vegyük észre őket. Én ezt, hogy leírjam ezeket az összegeket, ezt egy olyan 6 éve kezdtem el. És azóta minden hónapban leírom azt, hogy mennyi, milyen összeget szeretnék. Akinek több tevékenységi köre van az életében, az mindegyik tevékenységi köréhez írja le, hogy miből mennyi pénzt szeretne. És amikor leírod ezt az összeget, ha bármilyen kétség, gondolat felmerült ezzel kapcsolatban benned, nem fog megérkezni. Tehát addig írd ezt az összeget, addig variáld, még le tudod úgy írni, hogy már nem keletkezik benned semmilyen félelem, vagy kétség, vagy rossz érzés. És az az összeg biztos meg is fog érkezni. Ha lehet, akkor piros pénztárcát használj. A teli holdnál feltöltheted a pénztárcádat pozitív energiákkal, és hogyha kért, megerősítheted ezzel a pénz áramlását. Nagyon jó játék azt, hogyha mindenki a lehetőségeihez képest beletesz a pénztárcájába egy olyan összeget, amit soha nem költ el. Az legyen ott, és az adjon biztonságot bárhova, hogyha elmész, bár kinyitod a pénztárcát, és belenézel, akkor mindig tudod, hogy van nálad pénz. Ez nagyon-nagyon nagy magabiztosságot ad, és hogyha bemész egy boltba, és úgy érzed, hogy valamit szeretnél megvásárolni, akkor nem azt mondod magadnak, hogy nekem erre most nincs lehetőségem. Megnézed, amit szeretnél megvenni, és azt mondod, hogy de jól néz ki, de én most ebben a hónapban mégsem veszem meg ezt, majd a következőben. És más az érzés, és az agy másképp dolgozza fel ezeket az információkat. Csupán, ha kiadod a pénzt, akkor tud új pénzenergia érkezni hozzád. Sose szégyeld, ha jólétben élsz. Légy hálás azért, hogy élsz, hogy teremtő vagy, légy hálás mindenért, ami most az életed része. És az előadás végére egy bőségmantrát ígértem nektek, íme a bőségmantra. Megnyitom magam az univerzum végtelen bősége előtt. Megnyitom magam az életembe érkező lehetőségek előtt, észreveszem őket és élek velük. Pénzügyi intelligenciát tanulok. Megtanulom a pénzt megteremteni, megtartani és befektetni. Szeretem a pénzt. Szeretettel fogadom és adom ki a pénzt, megengedem életemben a pénz szabad áramlását. Mindig rendelkezésemre áll az az összeg, amitől biztonságban érzem magam. Vagyonosodom. A gondolataimmal a bőségre fókuszálok. Megengedem magamnak, hogy megteremtsen életemben az anyagi biztonságot. Pontosan tudom önmagam értékét, és értékelem mások munkáját is. Megváltoztatom a gondolkodásmódomat. Elengedek magamból minden önkorlátozó hiedelmet, ami a pénzzel kapcsolatos. Gondolataimat a gazdagságra hangolom. Mindig helyen teremtek életemben az új energiáknak. Türelmes és kitartó vagyok.
Hálás vagyok az univerzumban lévő bőség része vagyok. Hálás vagyok, hogy élek, hogy tapasztal a lelkem. Boldog vagyok. És most búcsúzom Albert Einstein szavaival. Csak kétféleképpen élheted az életed, vagy abban hiszel, hogy a világon semmi sem varázslat, vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat. A döntés a te kezedben van. Köszönöm a figyelmüket!